A betegségek kialakulásának jelentős része a helytelen életmóddal köthető össze. Az Európai Lakossági Egészségfelmérés szerint az egyes megbetegedések 80%-a táplálkozás függő. De a dohányzás és az alkoholfogyasztás is nagymértékben hozzájárul, például a szív- és érrendszeri problémák kialakulásában. A magyar középiskolások egészségügyi állapotát tükröző adatok azt mutatják, hogy a magyar serdülők várható élettartama jóval kedvezőtlenebb, mint az Európai Uniós átlag. Akár 11 évvel is alacsonyabb életkorra számíthatnak. Harmat Enikő gyermekorvos azt mondja, azok a betegségek, amik korábban gyermekkorban ismeretlenek voltak, ilyen a kettes típusú cukorbetegség, most egyre gyakoribbak. A hatvani közoktatási intézményekben évtizedek óta jól működik az iskolaorvosi és a védőnői rendszer, de ez nem minden esetben elegendő a gyermekek egészségtudatos neveléséhez. Az egészségtelen életmód, a helytelen táplálkozás, a mozgásszegény életmód, elsősorban ezek a fő kórokok. A gyermekek egészségi állapota hűen tükrözi az egész ország egészségügyi állapotát. Harmat Enikő hozzátette, hogy az iskola az egyik legfontosabb egészségnevelési szintér. Az óhatvani általános iskola most egy programban vállalta fel azt, hogy a gyermekek egészséges életmódra való nevelését hangsúlyosabban beépítik az iskola hétköznapjaiba. Erre pályázaton is nyertek pénzt, 10 millió forintot, amit eszközfejlesztésre és programokra fordítanak. Ide tartoznak a gyerekeknek a különböző úszással kapcsolatos versenyeztetése, a szabadidős tevékenység, a túrázás, a natura táborokat sorolhatom ide, de ezen kívül most egy új elemként jelent meg például a főzőiskola, ami majd szeptembertől indul a Kossuth Lajos általános iskolában. A Kossuth Lajos általános iskolában a táplálkozás, az ötösben a mozgás, a kodályban pedig az első segélykörre épülnek majd a programok.